Szeretettel köszöntjük a Pázmány Rádió hallgatóit, Radakovics Mihály vagyok, és ha péntek, akkor Skúló, mivel hétközben nemzetközi kupa mérkőzéseket rendeztek a labdarúgás világában. 6 párharc, és ebből 5-nél azt mondhatjuk, hogy teljesen nyílt minden, 1-nél mondhatjuk azt, hogy nagy esélye megvan a továbbjutó kiléte, de hát ne kiabáljunk még el semmit sem, hiszen lesznek még ugye visszavágók is. Társműsorvezetőm ezúttal Gácsi Zalán lesz, és hát kezdjük is a Bajnokok Ligája első párharcával, első elődöntőjével, amelyet kedd este rendeztek meg, a Real Madrid fogadta a Manchester City-t, és hát a két fél nem bírt egymással, a végeredmény 1-1 lett, hogy Vinicius egy bombagóla szerzett a 36. percben, aztán a 67. percben Kevin De Bruyne szintén egy remek távoli lövéssel egalizált. Hát Zalán, hogyan láttad ezt a mérkőzést? Szerinted ebben ez volt a reális, vagy nyerhetett volna akár egyik vagy másik csapat? Ez igazat megvalva, a győzelmet egyik csapatban sem éreztem benne, viszont amit azt várhattunk, hogy a City neki fog esni a Real Madridnak, hát ez viszont megvalósult azért az elején, az a 70%-os labdabirtoklás, hát hogy is mondjam, azért eléggé így meghökkentő volt, de ugye a Real Madridról tudjuk, hogy ott az igazából nem sokat jelent az efféle mutató. És hát ugye most is igazolták, hogy hát mi máskor, mint ekkor ilyen nagy labdabirtoklási hátrányból is simán tudtak gólt lőni. Ugye gyakorlatilag szinte pont ugyanolyan volt, mint tavaly az első meccsen, hogyha belegondolsz, hogy amikor jön Vinicius egy kötény felállítónak, és abból végigmegy, és abból jön egy gól. Most is kb. Ezt történt, hogy Modric egy külső passz, hogy gyakorlatilag elindított egy olyan lavinát, ami végül meghozta a vezető gólt. Érdekes volt azt látni, hogy egyébként a City aztán ezután állt vissza amúgy erre a nyomás gyakorlásra, és kezdte el engedni játszani a Real Madridot. És hát persze nyilván ilyenkor, pont amikor a Madrid, ami mintha kezdte volna így mentálisan, meg fizikailag is felülmúlni a Cityt, akkor erre jött egy gól, ami hozzáteszem, lehet, hogy nem teljesen szabályos volt, de hát a videóbíróról tudjuk, hogy néha becsukja a szemét. És egy ismétlést sem láttunk erről, hogy kim volt. Fontos megemlíteni, hogy a kicsit előre haladik, a City góljánál volt ebből vita, csak más kérdés, hogy a VAR nem nézhette vissza azt, hogy egy labda kim volt-e vagy sem. Ez is egy érdekesség. Hát de ugye ez, hogy nem nézhette vissza, ez hülyeség, mert most néhány évvel korábban, ugye szintén ugye ebből a stadionban meg visszanézték egy csomószor azt, hogy az Ajaxnak a negyedik gólya előtt kim volt-e a labda, vagy lehet, hogy a harmadik volt, már nem vagyok benne biztos. Csak a mindig harmadik az, volt az. Csak a mindig az közben volt akkor egy, hát vagy egy játék megszakítás, vagy az, hogy Real Madrid visszaszerezte egy pár pillanatra. Madrid visszaszerezte, szerintem itt azt történt, hogy a játék megszakítás nem volt benne. És akkor emiatt lehet, hogy nem lehet visszanézni. Uh-huh. Az ez a szabály. Ez benne is felvetődött pont ez mondjuk, hogyha az ellenfél beleér, visszaszerzi, akkor az új játékhez, és akkor utána viszont tényleg a City szerezte meg, és abból lett a gól. Hát egy érdekes. Kicsit fura szituáció. És hát igen, a Real Madrid tényleg szinte a semmiből szerezte meg a vezetést, és mi több mondhatni, tényleg úgy, azt vettem észre, hogy a Real Madridnál a támadásban sokkal gyorsabban megy a labda a City, meg egy kicsikét ilyen, mint ahogy a Bayern ellen egy ilyen lassabb játékot nyújtott, mert lassabb játékot produkált, és aztán meg hát mi az, amikor az ellenfélnek fel tudja gyorsítani azt. Hát igen, gyakran érezhettük azt a Madrid kapcsán, mint hogyha egy fejbe egy lépés előrébb járnának a manchesteri játékosoknál. De gyakran volt ilyen, hogy még ez ilyen sorokpasszra is egyszerűen számított, talán Toni Kroos volt az, aki el tudta rúgni ezt a labdát, amit így érdekes volt megfigyelni. Hát igen, azért ez tényleg látszott, hogy most talán a City bizonyos szempontból most már óvatosabb volt, mint tavaly, hiszen ott azért hiába fűszék be az oktató filmet, és ugye matolták nem egyszer a Real Madrid védelmét, aztán mégis ugye hátba tudott kerülni a madridi csapat, most talán éppen emiatt egy kicsit másodikát alkalmaztak, de hát ez egyelőre most nem működött, és hát hogy amennyire óvatosak voltak, hát ugye ez megint jelzi azt, hogy Guardiola megint meghúzta azt itt már a Lipcse ellen is, és hogy megcsálta volna a Bayern München ellen is, hogyha De Bruyne nem sérül le, hogy lehozta a csere nélkül az összecsapást. Na igen, ez tényleg nem akármi volt, hogy Pep egyáltalán nem cserél, pedig vártam már, hogy mi lesz, aztán hát meglátjuk a visszavágót, ki lehet egy bírni, de szerintem ott már azért alig ha. És ha bár, hogy említettük azért a gólokat, nézzük meg azt, hogy Vinicius
ugye 15. bajnokok ligáját találatot szerezte pályafutása során, és ő a harmadik legfiatalabb dél-amerikai játékos, aki ezt eléri. Hiszen ugye, hát Rodrigo előzi meg ebben mondjuk egy nagyon kevéssel, ugye 22 éves meg 99 napos volt, Vinicius 22 éves meg 301 napos, de a legfiatalabb dél-amerikaiként ezt a 15 gólt Lionel Messi ért el még 2009-ben, 21 évesen és 288 naposan egyébként. És még amit kiemelnék, hogy Kevin De Bruyne pályafutása 7. bajnokok ligája gólját szerezte, vagy bocsánat, 7-et, nem 14-et, és ebből a 7. volt az, amelyet a 16-oson kívülről, szóval. És azt hiszem az a legjobb mérleg, hogy ugye aki legalább 10 gólt szerzett, és 50% ebből 16-oson kívülről. Hát egy bombázó, mondhatni a belga középpályás. Hát igen, hogy általában az asszisztokban szokott közleműködni, de most hát ezen a meccsen ugye az a fő célpontját Erling Haalandot, hát finom a szóval zsebre rakták ott Rüdigerék ott a backsorban. Hát igen, ugye ez a labdavesztésből adódó helyzet, hogy ott egy kicsit a Marit védelmi így eléggé eltolódott, és így lett egy hatalmas folyosó, ami megnyitotta az utat a Marit kapuja felé, De Bruyne számára, és hát be is vertek egyetlenül a honfitársának egyértelműen. Hát igen, azért nyilván érdekes, hogy aztán milyen cseresz itt így megszerezte a gólt, és utána úgy voltak fel, hogy nekik ez itt teljesen jó idegenben. És onnantól kezdve Reálnak meg már nem igazán volt semmilyen esélye az, hogy a City felállt védekezni. Ugye azért ez érezhető volt, hogy ez nem igazán a Marinak a játéka, hogy egy szervezett védelem ellen hogyan kell játszani, és azért ezt a bajnokságban is többször láthattuk, hogy azért ez nem egyszer meg tudja tréfálni a Madridot, sőt ugye akkor rosszabb vége is van, hiszen azért nem hiába került egy gyakorlatilag már most egy pontra arra, így öt fordulóval az árás előtt, hogy már most kiszállnak a bajnoki versenyfutásból, ugye azért bajnoki szempontjából eléggé gyöngy ez az utat a Real Madrid, és éppen ezért voltunk kíváncsiak, hogy a fejben lehetséges az, hogy a BL-ből kb. Semmit nem lehet látni. Hát most ugye látszott, hogy gyakorlatilag a Real nem egyszer szándékosan így a alárendelt szerepet választja, és ez nagyon jól áll neki. Hát ugye elég fura az, hogy a Real az nem az, amelyik azért neki szokott menni az ellenfeleinek már a mérkőzés elején, a BL-en pedig hazaipán kezdenek, mert tegyük hozzá, hogy mégis ugye az idegenben lőtt gólok már nincsenek, tehát lehet, hogy alig hamar jelentőség annak, hogy ki hol kezd. Ugye említettük azt, hogy a Guardiola nem cserélt, na ilyenre utoljára példa 2007-ben volt BL elődöntő, akkor ugye Sir Alex Ferguson Manchester United edzőjeként a Milán ellen nem hajtott végre változtatást az elődöntő első meccsén, hát tényleg egy 16 évente van erre példa. És ugye a Real Madrid pedig ugye eddig 9 alkalommal ugye nem tudta megnyerni az odavágott hazai pályán, ami a BL kieséses szakaszát illeti, és csupán 2-szer tudtak tovább menni, 2000-ben és 2013-ban is a Manchester United ellen. És most is egy manchesteri csapattal állnak szemben. Vajon lehet esélye a Reálnak idegenben legyőznie azt a Manchester City-t, amely így már zsinórban 21 mérkőzés óta veretlen, utána februárban kaptak ki a Tottenhamtől, és ugye ez azt jelenti, hogy 17 győzelem, 4 döntetlen azóta. Hát tényleg itt egyáltalán felvetődhet az emberben azt, hogy itt a Real Madrid az Etihadban nyerjen, hiszen tavaly ott kikaptak ugye 4-3-ra, és most az a 4-3 az bizonyára nem lenne nekik jó. Hát mondjuk az a 4-3 is egy olyan 4-3 lett, hogy igazából a 7-2-nek könnyebben kinézett az a mérkőzés, mondjuk, mint egy ilyen szorosnak. Ugye amekkora fényben játszott, azt mondom, a meccsen meg is lesz, hogy gyakorlatilag ott bukták egy ott a jutásnál, hogy nem tudtak nagyobb különbséggel győzni. Ugye most ilyen probléma már nem lesz. De hát azért tudjuk Real Madridról, hogy ott akármilyen rosszul játszhatnak, mindig benne van az, hogy ott valami csoda vagy szerencse előfordul, és egy egyéni villanás, és azért Real Madridban rengeteg ilyen játékos van, akik így gyakorlatilag egy villanásból el tudnak dönteni egy talajutás vagy párharcot, és akár egy hibát is ki tudnak használni. Hát persze jó kérdés, hogy a Manchester City az milyen taktikával készül, mert igen, azért mégiscsak talán ők lesznek abban a pozícióban, hogy támadniuk kell, mert nem hiszem, hogy a hosszabbításra szeretnék őket bízni feltétlenül. Persze, most, hogy meg benne van ez az is, hogy számoljuk szerintem ezzel, hogy mondjuk elmegy hosszabbításig az összecsapás, és 11-es párbajok
kell, hogy döntsenek. Azért mind a kettő csapatban vannak jó büntetőrugók, de simán lehet, hogy azért nem ez fog dönteni, mert lesz egy valamilyen más különbség, és egy korábbi megmozdulás ezt eldöntheti. De hát meglátjuk majd. Szerintem bármi előfordulhat Manchesterben. City ugye a 8-as döntőben 7-0-ra nyerte meg hazai mérkőzését, a negyed döntőben ugye 3-0-ra, tehát otthon a kieséses szakaszban nem kaptak gólt. Graham idegenben, 5-2, idegenben verte 5-2-re a Liverpool, a Chelsea-t meg 2-0-ra, de Angliában viszont jól megy a Real Madridnak, melyben angol csapatok ellen is, szóval... Hát tényleg egészen, tényleg itt mondhatjuk bármi lehet a visszavágón. Persze lehet, hogy most a City akár visszaadja a tavalyit, vagy a Real Madrid idén is bejut a döntőbe. Hát hamarosan ki fog ez derülni, hiszen azért ugye sőt, mivel felejtjük, a jövő héten majd Carlo Ancelotti 191. bajnokok ligája mérkőzésén fogott ülni a kispadon, és ezzel megelőzi Sir Alex Fergusont, aki most utolér 190-nel, szóval hát meglátjuk, hogy ezt a rekordot értelme lehet-e úgymond további ünnepelni, vagy a City 2021 után játszik ismét a döntőben. Azért azt megfigyeltük, hogy mondjuk Erling Haalandot eddig igencsak a zsebre tudták tenni ezen az első mérkőzésen, de vajon a visszavágón eljön az ő ideje? Hát azért azt láthattuk, hogy azért Lipcse ellen is, hát hogy mondjam, nagyítóval kellett keresni az első mérkőzéssel, aztán tudjuk, hogy mi lett a visszavágóm. Szóval azért az, hogy most ő egy-kettő meccsen így eltűnik, az azért simán lehet, azért nem biztos, hogy olyan nagy, hogy mondjam, reprezentatív példával jár. Tehát az simán megfordulhat a visszavágón is, hogy ugye azért, és pont az a típusú játékos, hogy igaz, egy fél helyzetből is simán tud gólt szerezni. Tehát hogyha azért 90 perc hosszú idő, hogyha ott egy pillanatot kihagy a Real védelem, és azért ilyen előszokott néha azért fordulni, akkor lehetnek azért a problémák, de hát ezt mondom, majd meglátjuk. Hát jövő héten szerdán, vagy május 17-én rendezik majd meg ennek a visszavágóját, és hát kanyarodjunk is le a másik elődöntőnkre, vagy a milánói rangadó, és hát ugye ezúttal az AC Milán volt a pályaválasztó az Interen, és hát ugye érdekesség, hogy eddig ugye 4 olasz házi rangadó volt a nemzetközi kupaporondul, a Milán mind a négyben érdekel volt, és mind a négyet megnyerte. Ugye itt volt, az Inter eszemhoz ebből kétszer múlták felül, legyőzték a Juventus-t egyszer egy döntőben, és hát a Napolit pedig a mostani negyed döntőben ejtették ki, azonban hát egy nagyon balul sült el a Milán számára a mérkőzés, hiszen a 8. percben ez így Dzeko szerzett vezetést, majd a 11. percben Henrik Mitárján rúgta be az Inter második gólját, és hát a Milán nem tudott már szépíteni, 0-2 lett az eredmény. Hát, első kérdés az tulajdonképpen nem lehet más, mint hogy van-e innen visszaút a Rossoneri számára? Hát most ezt, hogy, hát ez nagyon jó kérdés, mert ő most így az egy idegenben pályára lépés, ez nyilván semmit nem jelent, tehát ezt a közhelyet nyugodtan ki lehet zárni. De itt az nagyon jó kérdés, hogy Milán meg tud-e újulni, mert ami vicces volt, hogy ugye az nem sokkal találkozó előtt derült ki, hogy végül Rafael Leão, aki ugye a Milánnak az egyik legfontosabb alapembere lett az elmúlt időszakban, így támadás kreativitás szempontjából is, hogy ő vajon pályára tud elépni, végül nem tudott. Ehhez képest Pioli ragaszkodott, hogy a Milán edzője ahhoz a felálláshoz, amiben Leao is szerepet kapott volna. Csak hát ugye más emberekkel ez egy eléggé defenzív, hogy mondjam, alakult taktika lett. És hát ami másik probléma volt szintén, hogy az Inter ellenben nagyon jól támadott le, és ami ne következtében, hogy Milán konkrétan az első percben képtelen volt értelmes támadást vezetni. Tehát gyakran megesett ugye, hogy a Milán kocsamányán egyszerűen csak előre tudta rúgdosni a labdákat, aztán ebből viszonylag gyorsan vissza tudott támadni az Inter, mert ezek a labdák jelenleg abszolút nem voltak pontosak. És hát azért ez az is kellett, hogy ott a belső védők sem játszották életük meccsüket, ugye Simon Cher elég szintén néha furcsa dolgokat csinált, mondjuk egy 11-es majdnem összehozott, de az végül kiderült, hogy ez műesés volt, teljesen jogosan a videóbíró elvette azt a 11-est. Mondjuk Lautárónak járatott volna egy sárga lap akár. Igen. Hát valamiért úgy voltak be. Hát volt azért egy kontakt, tehát de még úgy ítéli meg, hogy talán magától esett el, aztán nem tudom. Hát azért tényleg volt, mondjuk érdekes, az elég feszültő mérkőzés volt nem egyszer, tehát hogy azért gyakran már az első
fél órában volt, aki egy lögdösödés, akkor oda mondogatás, mind a kettő csapat részéről, azért végig egy derbi Itáliáról van szó. Az Derby della Madonna, Derby Itália, az Inter Juventus. Elsértem szégyenembe, tényleg. Na igen. De hát ugye még vissza ugye a védelemre, ugye azért is itt érdekes ott, hogy például ugye szögletni, amiből ugye az első Inter gól megszerzett, ugye Edin Dzeko szerezte, aztán ugye Calabria mellett tudta ezt megtenni, hát ott azért volt egy nem kis fizikai, meg testi fölény Dzeko javára, amit ő ki is használt. És pont az a Davide Calabria, aki mondjuk a Napoli támadóit remekül semlegesített, tehát most hát nagyon nem maradt mondjuk Edin Dzekóról. Mondjuk azok nem is voltak olyan óriások, mint Dzeko, tehát az talán fizikailag kevésbé volt megterhelő. Igen, ez most azonban, hát nyilván teljesen más csapatról beszélünk, ugye más felépítési játékosokról. Profi szintén abszolút eltérő. Aztán ugye kettő gól megvolt, kis túlzás, és az Inter onnantól kezdve, hát nem is akar, hát most azt nem is akart máshol, olvastam ilyet is, de hát ezt az annyira nem látszott, mert azért a kontrák nagyon veszélyesek voltak, simán összehetett volna egy harmadik fekete kék gól. Ez mondjuk kimaradt, ebből még lehet esetleg probléma, de hát meglátjuk azért. Nem, ennyi szó is így viccesnek hangzik, hogy megtörténhet ez, úgyhogy a Real legutóbbi három derbin, ugye az AC Milan még gólt se tudott így már szerezni, cserébe meg hatot kapott. Szóval ez innentől kezdve eléggé nehezen elképzelhető, hogy az Inter 2010 után először nem jusson be a BL döntőjébe. Hát igen, ugye most ez a 2-5 volt egy 1-0-ás bajnoki, meg egy 3-0-ás szuperkupa az Interrel, és hát az őszi bajnok lett még ugye 3-2 a Milánnak, de hát az még szeptember elején volt, hát nem most, mondhatjuk ezt úgy is. És hát ugye említsük meg azt, hogy ugye az Inter a negyedik olyan csapat, amely ugye már 11 perc után két gólos előnybe tudott kerülni a bajnok ligája elődöntőjének odavágóján. Azonban ugye nézzük, kik voltak, akik ezt korábban megtették. 99-ben a Juventus a Manchester United ellen, 2009-ben a United az Arsenal ellen, és hát tavaly a Manchester City a Real Madrid ellen, és hát ezek közül csak a 2009-es United tudott tovább jutni a döntőbe. Persze másképp, hogy mik lettek a végeredmények, hiszen most itt maradt a 2-0. Szóval, hát persze a 2-0 egy abszolút remek előny maradhatunk, mondhatjuk úgy. És hát az Inter pedig ugye 94-5-ös szezon után tudta ismét legyőzni legalább háromszor egy szezonban az AC Milánt amúgy, ez is már egy 28 éve nem volt példa. És amit még kiemeljük, hogy Edin Dzeko 37 évesen és 54 naposan talált be a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és így a második legidősebb gólszerző lett a sorozat ezen szakaszában. Hát egy bizonyos Ryan Giggs előzi, akinek ez 2001 áprilisában sikerült egy még akkor 37 és 148 napos volt, és Erik Mitterrand pedig a hetedik helyre férfi a találatával. Hát jók az öregek a háznál, mondhatják ezt a Nerazzurri fanatikusai. Igen, persze a másik oldalon a szintén korrekord, de az Zlatan azonban most is sérült volt, és ugye már az is egyértelmű, hogy most már pályára sem léphet, szóval nagyon úgy néz ki, hogy semmit sem úgy nem fog pályára, hát összejönni neki a BL győzelem, akár mennyire is kebeszett érte pályafutása során, és ami még amúgy nekem így érdekes volt, hogy ez az elődöntő hogy öltett össze, ha belegondolsz, hogy ugye mind a Milán, mind az Inter másik lett a csoportjába, ha belegondolsz. Egyik mögött Chelsea, meg a Bayern München, és milyen érdekes aztán a sors, hogy végül ugyanazon a napon, amikor a Milán, illetve az Inter bejutott a BL legjobb négy csapata közé, azon a napon esett ki ugye a München és a Chelsea is, tehát az a csapat, hogy megelőzte ezt a két csapatot a csoportjában. Kicsit érdekes ilyen szempontból az élet, hogy azért csoport körül után egyik csapatról csak gondoltuk, hogy ideig eljuthat, de hát végül a sorsolással is azért volt szerencséjük, főleg talán az Internek inkább, ami így azért, ha megnézzük, hát mi is volt, hogy ugye Porto, Benfica, jó, most a portugál csapatok azért egészen jók mostanában, de azért mégis ott... Nem észre, hogy azért a portugáli pályázban egy kicsikét úgy visszafogottabb volt, mert azt mondhatni, hogy kihúzták a visszavágót is, míg a Benfica viszont már hogy összességében szép focit játszottak, és már sokkal eseménydúsabb volt. Igen, mondjuk ez szépen elképezi amúgy azt is, hogy az Inter így mostában kijött már a gödörből, amiben így, hát mikor március környékén, már április elejében leásta magát ott, azért voltak ugye elég durva vereségek a bajnokságban. Tehát így azt hiszem Empoli, Monza is megverte őket, tehát ott, igen, ami igen, azért... Ott volt hullámvölgy.
Igen, ugye eléggé csalni érintette ott egyrészt a BL esélyeket is, és ugye az, hogy a Juventus visszakapta a 15 pontját hirtelen, ugye mind az Inter, mind a Milán, ugye a top 4-en kijuthatta magát a szériában, most ugye az Inter, most ugye megfújta a harci gürtötés, azért szépen jönnek föl, de még mindig kell a többiek pontvesztése, ahhoz, hogy meg tudják szerezni a top 4-et, de hát nagyon néz ki, hogy lehet egy másik mód is az, hogy megnyerik mondjuk a végső sorozatot, persze, azért nagyon érdekes lenne, hogyha mondjuk ezt a sorozatot innentől kezdve nem a másikáknak a valamelyik csapata, a City vagy a Real nyerné meg. De hát azért láttunk már ilyet is, hogy évsenyéből összejött mondjuk egy teljesen váratlan győzelem, szóval tehát a Chelsea-nek sem volt olyan nagyon jobb bajnoki szezonja 21-ben, aztán mégis megnyerték a bajnoki ligáját, tehát miért ne fordulhatna elő ez is. Hát csodák azok tudnak létezni, valljuk be. És de hát azért tényleg Rafael Leao hiány, ez nagyon meglátszott a Milánon, és az Ibrahim Diaz nem tudta azt a karakter betölteni, ami a portugálszokat kiányzott egy-két jó elfutás a jobb szélen, vagy bocsánat, a bal szélen, és hát így, hát de inkább Denzel Dumfries rendesen meggyűlt ám a baja. Ugye ő az Inter volt Interben a jobb oldalra helyezve. Hát és nézve ezt a játékát a Milánnak, most lehet a második félben adtam magukról életjelet, de hát Kabut végül összesen kétszer találták el. És egy hogy, kabufa is volt, tegyük hozzá. Egy kabufa, hogy a Tonálinak, igen. És hogy hát... Tehát nézve ezt az egészet, ugye... Hát... Persze nyilván a remény hal meg utoljára, de hogy... De amikor tényleg mondta, tényleg oké, San Siro, tehát ugyanott lesz a második mérkőzés is, persze akkor az Inter fanatikusai lehetnek többségben. Ez elmúlt időszakból kiindulva, most az elmúlt Milán-Inter meccseket nézve, itt az Inter, vajon van olyan rutinosabb, azért mégis mondom, olyan játékosok, és sokkal rutinosabb játékosok alkotják az Inter keretét, hogy azért ezt a 2-0 Simone Inzaghi csapatának mondhatni illene már azért megtartania. Én szerintem ezt meg lehet csinálni, tehát ugye a Benfica-ren is ez sikerült, szóval szerintem most sem nagyon, hát igazából nem is kell semmilyen extra nyújtanunk, és abból meg lehet a továbbjutás. Persze azért láthattuk, hogy rég leszhetnek olyan csodák is, hogy mondjuk 2-0-ás, hogy te lehet bukni BL-be egy fél idő alatt, ugye tette ezt meg az Ajax a Tottenham ellen 19-ben, Lukasz Moura mesterhármasával hazaküldte az év meglepetés csapatát a BL-ben, ugye már senki nem szólt rá, hogy pontot fog elcsúszni a holland csapat. Nyilván az mondjuk az teljesen fiatal társaság volt, aminek nem a védekezés volt az alaptézise, az Internél ez azért érezhetően másképpen van. Hát igen, szóval innentől kezdve azért így elég úgy néz ki, hogy az a döntős felállás, amit ugye Carlo Ancelotti vizionált, hogy Real Madrid a AC Milan ellen, hát az utóbbi része az eléggé sanszos, hogy már nem fog megvalósulni. Persze, még van 90 perc, és 90 perc nyilván hosszú idő. Kiderül majd. Igazából ugye az, nem tudom, hogy ez mennyire lesz szerint, vagy hát nem csapatodnak, hogy ugye újat már nem fog egymásnak mutatni, tehát valami újdonsága, maximum ugye Leao visszatérésé kívül nem lehet előállni. Lesz, ami lesz, kiderül majd. Ennek a párlászak a visszavágott, hogy május 16-án rendezik majd meg. Az ugye a keddi nap lesz a következő héten. És hát, Road to Budapest. Avagy az Európa Ligában is megrendezték az elődöntők első mérkőzéseit. Hát itt is ugye a Bajnokok Ligában lesz biztosan olasz döntős. Az Európa Ligában ugye a két olasz nem egymás ellen játszik. Nézzük, hogy sikerült nekik, hogyan sikerültek nekik a mérkőzések. Az AS Roma végül Bovégójával a 3. percben legyőzte 1-0-ra a Leverkusen-t az Olimpikóban. Míg hát a Juventus Bicska csúnyán beletörött kis túlzással a Sevillából, 26. percben Youssef En-Nesyri szerzett fel, és majd aztán a legvégén a 90. percben Federico Gatti egy szöglet után vette be a spanyol kaput, így lett egy a végelmez, ez csak bezsúfolták azt a gólt, vagy bekotorták a torinóiak, hiszen hát nagyon úgy nézett ki, hogy ez baladni fog 0-1, és hát, de aztán mégse, és hát így akár abszolút nyílt lett a vissza, hogy ez ugyanaz igaz a másik párharcra is. Kezdjük is a Juventus Sevillával, hogy azért, hát
Nagy meglepetés a Sevilla, mondhat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy jobb játékot nyújtott idegenben. Ez legalábbis az első fél idő alapján mindenképpen, a másodikban azért visszaálltak, valljuk be, de hát majdnem elég volt az egyetlen gól. Igen, azért látványos volt az, hogy Sevillának volt egy 5 kaput által a lövés az első fél időben, és 0 a másodikban. Ez mondjuk jelző, hogy milyen célra érkeztek, hogy egy gól, és akkor azt meg kell tartani minden áron. Hát ugye végül nem sikerült. De ugye a Juventus kapcsán, hát igen, ott eléggé nem találták így, úgymond, az ellenszert az andalus csapat ellen az első részében a mérkőzésnek, aztán ott végül Allegri konkrétan teljes támadós volt lecserélte, hogy a Lahovicsostól, Di Mariástól, mindenestől, hát még Paul Pogbát is bevetette, hogy hát egyébként nem is volt olyan rossz, ugye a mostanában inkább hosszú sérüléséről ismert francia világbajnok játékos, aki végül egy gólpasszt tudott végül összehozni, de végül ő fejt bele abba a labdába, amit aztán Gatti bekotolt nagy-nagy nehezen Bono kapujába. Úgyhogy nekem az jutott eszembe erről a mérkőzés, hogy mondjuk a Sevilla is kicsit hasonló helyzetben volt, mint a Juventus az első meccs, hogy ott úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag, hogy tulajdonképpen azonnal szerelezi a Manchester United már az első mérkőzésen az összecsapást, aztán hogy jött ugye a kettő öngól, ami tulajdonképpen így mentálisan teljesen más színezetet adott annak az összecsapásnak, és végül a Sevilla abrolendőedből már be is húzta a visszavágót. Jó, most nyilván más lesz a szituáció, hiszen Sevillában lesz ismételten a második mérkőzés. És emlékeztem, hogy a Manchester United egy mekkora pofont kapott, ugye? Hát igen, ott ugye a megedege a párosot ismét összeállt, aztán mondjuk a Juventusnál ez most nem tudom mennyire lesz opció, tehát ott azért védekezésben általában ritkábban szoktak ilyen gondok előfordulni, mint mondjuk Manchesterben, meg ugye ott azért tegyük az, hogy Unitednél ott azért a félvédős, ugye Varane és Martínez is hiányzott. Most a Juventusnál ilyen probléma nincsen. Igen, ugye viszont ugye nem küldött el itt semmilyen kérdés, és ez így teljesen nyílt párharc maradt szintúgy, ahogy amelyiket a másik is. Tehát azért ott ugye 1-0-ás Róma győzelem azért ott még szerintem szintén nem jelent olyan nagyon sok mindent. Ugye az említsük meg, hogy a Federico Gatti az 5. Juventus, vagy olasz Juventus védő, aki betolta egy nemzetközi kupa párharc elődöntőjében. Hát, hogy nézem a névsort, azért rég volt a telepéldi nevekből, többi névből következtetve. És amit megemlíték, hogy Leonardo Bonucci 5% mérkőzését játszott a Juventusban, amivel felejt az örök ranglista 6. helyére, mint Alessandro Del Piero 705-tel vezet. De hogy azért, hát úgy néz ki, Leonardo Bonucci az elnyűhetetlen, nyugodtan kijelenthetjük, ami a zebrákat illeti. És ha bár még a gólszerzők Youssef En-Nesyri, lehet kevés szó esik róla, de azért említsük meg azt, hogy Youssef En-Nesyri 16 gólnál tart 2023-as naptárében, és a La Ligában szereplő játékosok közül ennél csak Karim Benzemának van több, 21. Hát, a marokkói támadó úgy néz ki, hogy folytatja ott, ahol a VB-n abba hagyta. Így is fogalmazhatunk egyébként. Mondjuk persze itt is azért kicsit kellett a védelem asszisztálása a góljához, de ettől függetlenül azt tényleg, hogy most egy gólérzékenységéről tett a bizonyosságot. Igen, mondjuk bajnokságban azért talán egy kisebb, úgymond kár, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a Sevilla ezt nem igazán tudja kamatoztatni, mert még mindig így a 10. hely környékén kóricálnak, tehát a bajnokság volt eléggé, hát hogy is mondjam, botrányos szezont futnak, ugye sok olyan kiesés is reális veszélyként tündökölt. Most ezen talán már túl vannak, és hát ugye most a cél az, hogy az Európa Ligát megnyerjék, és ugye ezzel ugye lehessen menteni a mentetőt, hogy a nemzetközi kupaindulás az azért így még mindig eléggé csábító opciónak hangzik. Hát ugye a Sevilla most a bajnokságban pont így a tabella közepén áll, de a kiesés tényleg már nem fenyegetőket, viszont a 7. hely az meg lehet, ami Európa Konferencia Ligát élne, azért mégis az Európa Liga győzelmek bajnokok ligája szereplés, szóval ezért nagyon nem mindegy, és ők ugye most ugye 5-5-ször vannak itt az Európa Liga elődöntőben, tehát ez 2009-10-es szezon óta van, mióta így hívják a sorozatot, és amikor eljutottak eddig ugye előző 4 alkalommal mindig megnyerték, mindig felemelték a trófeát, legutóbb ugye 2020-ban. Ezért ez
Azért ez, valljuk be, igencsak jó előjel nekik, és hogyha az éppen a Mislagol szintén nagyon kevés meccset buktak el eddig a sorozatban, hát most José Luis Mendilibar lehet ez, aki csúcsra viheti őket. Hát más kérdés, hogy sikerült el viszont, vagy hát pontosabban azt nézve, hogy az egy United elleni meccs, azt mondtuk, hogy jól sikerült, és ugye szerintem tényleg egy kvázi Európa Liga specialista, hogy az éppen ugye a PSV-t ugye 3-0-ra verték, még a 16. jutásért a Feyenoordot 2-0-ra, United-ot 3-0-ra, tehát ezen a három kieséses meccsen gólt se kaptak még a Ramon Sánchez-Pizzo, ami a Juventus ugye ezzel szemben idegenben tudott parádézni, Nantes ellen 3-0, Freiburg ellen 2-0, a Sporting ellen az 1-1, az pont elég volt. Na ez alapján mire lehet velünk következtetni? Ez biztos, hogy nem lesz egy sima mérkőzés a Sevillának. Ez a kettő ez való találkozni fog, és meglátjuk, hogy melyik fog felül kerekelni. Egyébként benne van az is, hogy ez is egy döntetlen szagú párharc lesz, és egyébként sem lehet, hogy ebből is éjjel hosszabbításokig el fog menni ez a párharc is. Hát, ez is abszolút három esélyes, azt kell, hogy mondjam. Gyorsan még a másik elődöntőről, ugye, hogy említettük, hogy Eduardo Bovegójával nyert a Róma a Leverkusen, és Eduardo Bove 20 évesen és 360 naposan talált be, hát már nem soha 21. születésnapja, és hát ezzel ő a Rómának a legfiatalabb játékos, aki be tudott találni Európai Kupa párharc elődöntőjében. Hát egy fiatal tehetség villant, bár, ahogy nézem a statisztikát, kiegyenlítettnek tűnt a mérkőzés, de Leverkusen azért talán szokott egy kicsit visszafogottabb lehetett. Hát mert ez egy gól, ez mire elég, hiszen a Leverkusenről azért tudjuk, hogy hát azért hát az éppen ők képesek ám ugye feltámadni, hát lássuk ugye azt, hogy a Monaco ellen ugye 3-2-re kikaptak, de mondjuk a Fradit 2-0-ra verték, minket a Royal Union ellen pedig a visszavágót tudták nagyon megnyomni, hiába azért idegenben nyertek 4-1-re. Jó kérdés, azért nyilván Róma az már egy megint más tészta. Azért az szintén nem a legegyszerűbb gólt tönni ellenük. Hát például is azért Mourinhoval a kispadon. Hát jó, mondjuk viszont, hogy ő ott van a kispadon, az azért azt is jelenti, hogy itt azért néha csonyán tud menni a mérkőzés is, kis gonoszsággal élvem. De igen, de mondjuk érdekes, hogy ennek a párhuzamnak még volt egy ilyen színezete, ugye a kérdezően kispadján az a Xabi Alonso, aki ugye játékosként ugye volt egy Mourinho utasítását követte még, amikor mondjuk a Real Madridnál José volt az edző. Hát most már mind a ketten kollégák, és egyelőre úgy látszik, hogy még a rutin az fel tudott kerekedni. Hát igen, tehát ez kb. Ugyanaz mondom, mint a Juventus és a Sevilla párharc, hogy kb. Semmi nem dőlt el. Szerintem a Róma az őrizni fogja, ez az egy gólos erőnyt, hatodik haszakad. Többet szerintem nem is akarnak kettő összecsapásra, aztán lehet, hogy simán más forgatókönyv fog kialakulni. Leverkusennek nyilván előre kell mennie, kiderül majd. Hát egészen biztos, hogy egyelőre nem mondhatjuk ki biztosan azt, hogy bármelyik csapat is Budapesten érezhetné magát. Ugye május 18-án 21 órakor rendezik meg a két párharc visszavágóját, teljesen nyílt csaták várhatóak. És akkor végezhetünk, kanyarodjunk rá az Európa Konferencia Ligára, ahol hát nem kis meglevedés született Firenzében, hiszen a Fiorentina hiába szerzett vezetést Cabral gólyával 25. percben, a Basel 41. percben Diouf gólyával legalizált, majd a 93. percben Andrew Italtába fordítottak, és nyert 2-1 a svájci alakulat. Míg a West Ham ugye az átszat alkmart fogadta, a 41. percben pedig Reinders gólyával a hollandokhoz került az előny, aztán a 60. percben Benrahma büntetőbe egyenített, a 70. percben pedig Antonio fordított, és ezzel alakította ki a 2-1-es végeredményt. De említsük meg azt, hogy az Ákmárnak nélkülöznie kellett ugye sárgalapok miatt Kerkez Milost, a magyar váltott bal hátvédet, aki hát azért eddig a legtöbb gólbasztalat teszem hozzá az egész sorozatban. Szóval hát nincs semmi sem veszve a hollandok számára, de azért visszavágon mégis játszhat majd egy Kerkez Milos, ne feledjük. És hogy azért Bázelnek tényleg egy hatalmas történelmi tettet vitt véghez. Hát lehet, hogy ez a Fiorentina West Ham döntő, ez akár kútba, vagy füstbe ment terv lesz? Hát
mondjuk Fiorentina már ugye kapott ki ugye a hazépályán, ugye a Lech Poznán, és ott azért, az is vicces volt, azt hiszem, első mérkőzés, azért 3-0 lett Poznánba a Fiorentinának. Amúgy. Igen, aztán ezt a Poznánban mi 20 perc alatt ledolgoztak kb. Aztán végül ott a finezélyek tudtak végül reagálni, és végül még berámoltak 2 gólt. Szóval, és azért ismerve, hogy a Fiorentina az idegenben nem játszott olyan rosszul eddig, azért őket sem írnám le. Ez a 2-1, ez nyilván nem a világ vége, de mondjuk az érdekes egy Bázel, aminek már így az elődöntőbe jutása is egy kisebb csodával ért föl most. Most a még nagyobb meglepetés kapujában áll, hogy a prágai döntőbe bejuthassanak. Azért nyilván ez meglehetősen izgalmas lenne. Hát a másik összecsapás pedig ugye a West Ham kapcsán, hát szerintem az, az áziák már nagyon sokszor nem lehetett, mint az, hogy mondjuk vereséggel lehozzák ezt az összecsapást. Ez szerintem sikerült, tehát ez a 2-1-es arányú vereség, ez még a bőven a kezelhető kategóriába tartozik, szóval innen még bármi lehet Hollandiában is. Hát nem tudom, kicsit furcsa, igen, mert annak ellenére, hogy van előnye mind a kettő párazban az egyik csapatnak, tényleg egyiket se lehet szerintem leírni. Mert azért nyilván ez már szinte egy olyan szint, ahol azért gyakran előfordul bármiféle meglepetés. Szóval azt is kíváncsian várhatjuk, hogy itt majd hogyan fognak fordulni a kártyák meg a kockák. Közben lefordítottam egy statisztikát, hogy de Bázel 2 is előnybe került, és ugye 1977-78 óta ők az első a első olyan svájci csapat, amely ugye nyertek elődöntőt, egy európai kupa elődöntőt nyertek. Akkor, ha jól értelmezem, az 77-78-os UEFA kupában a Grasshopper Zürich verte a Bastiát, és viszont korábban a svájciak ugye az elődöntőben 5-ből 5-ször kiestek, szóval hát hiába a Bázel előnye, a történelem az mondhatni nem nekik kedvez, és a Fiorentina egy hosszú böjtöt is megtört ezen a mérkőzésen, mégpedig ugye Arthur Cabral előtt 97-ben még Gabriel Batistuta volt az utolsó firenzei játékos, aki betalált egy elődöntőben, akkor ugye Kegben a Barca kapuját vette be az egykori argentin támadó. Hát elég érdekes az, hogy most a Fiorentinának a Szent Jakob Parkban kellene legalább 2 góllal nyerni ahhoz, hogy rendes játékidőben menjen tovább, 1 gólos győzelemmel hosszabbítást harcolhatná ki, minden más pedig a svájciaknak lenne jó. Hát vajon azért a Fiorentina tudja bizonyítani azt a kalibert, hogy hát ők bizonyára azért, ugye ne fegyük versenyben vannak, ők az olasz kupában is döntőznek, tehát nemzetközi porondra valamelyiket, ahhoz, hogy nemzetközi porondon szerepelsenek jövőre is, ahhoz valamelyiket a kettő közül meg kell nyernük, de szerinted erre most jelenleg szerint az olasz kupára van nagyobb esély, vagy a konferencia ligára? Hát, szerintem az olasz kupa kapcsán, hát igen, egyik sem néz ki most túlságos, hogy ugye az Inter ugye az ellenfél, bár ugye ott mégis mind a kettő csapat nulláról indul, tehát ott az emlélet semmit, hogy mondjuk a most éppen az ég legjobb formában lévő olasz csapat az ellenfél. Igen, tehát én szerintem még ez a bázeres párat sem bőven lefutott, tehát azért nyilván láttunk erre más példát, hogy mondjuk olyasmi megbetélésre tudott győzni egy csapat az első mérkőzésen, aztán végül az esélyesebb. Még nyár elejéről, akár a konferencia liga playoffból. Pont olyan erre gondoltam én is, igen, még ugye nyárom. Most is szerintem simán benne van, hogy mondjuk a nyomás jobban kezelik. Ki fog derülni szerintem, hát igen, hogy a kupában mi történt, igen, azért ott nyilván előfordult, hogy egy gól, vagy akár egy kihagyott büntető rúgás is elég a végső győzelemhez. Egyik sem néz ki egyszerűnek, de igazából mind a kettőre kb. Ugyanannyi esély van szerintem. Meglátjuk, hogy melyik jön össze. Jövő csütörtökön, vagy még annál is később. Végezetül még a West Ham-ről statisztika, akik ugye már az Alkmaar ellen a negyedik olyan mérkőzésük volt, amelyen ugye hátrányba kerültek, úgy gondolok, hogy az első gólt ők kapták, és viszont mindegyiket meg tudták nyerni, ugye 3-1-re verték a Steaua-t, vagy Fetesebét, Szilgáborot 3-2-re, a Hentet 4-re, most Alkmaart 2-re, de más kérdés, hogy ha visszatér Kerkez Milos jövő éden csütörtökön, akkor vajon az mekkora pluszt adhat a hollandoknak, akik ugye emlékezhetünk, hogy az Alkmaar az Anderlecht ellen visszajött az előző körben hátrányból, mégpedig ugye
idegenben akkor 2-0-ra kaptak, aztán otthon 2-0-ra nyertek, majd hosszabbítás, vagy pontosabban végül büntető után tudták kiejteni a belga riválisukat. Hát benne van ebben a fiatal és lendületes holland brigádban még egy remek fordítás, és akkor hát magyar játékos lehetne ott Prágában a döntőben. Nem akármilyen lenne, valljuk be. Nem lenne rossz nyilván. Mondjuk, igen, azért West Ham kapcsán azért nyilván nem véletlenül állnak ők is olyan jó háttal a PL-ben, mert mondjuk olyan stabil lett volna a csapat az egész évben, szóval szerintem azért szarba lehet őket még hozni, tehát erre azért lehet még esély. Most azt mondjuk, hogy Kerkez visszatér, jó, ez önmagában nyilván nem jelent sok pluszot, mert ugye nyilván azért inkább taktikától függ, hogy hogy tudják alkalmazni. Azért az valószínű, hogy akkor az az oldal az jobban, ott azért több veszély, több akciót lehet majd vezetni. Hát, igen, hát nyilván fontos, hogy azért West Hamtől egyrészt nem kell megijedni, mert most az, hogy ez egy angol csapat, az ugye önmagában láthattuk, hogy nem jelent, ugye, hogy is mondjam, kizárókat arra, hogy nem lehet ellenük győzni. Meglátjuk szerintem ezt is, hogy mi alakul. Most egyelőre nyilván nehéz ezt megmondani, de itt azért bőven sok minden benne van. Persze lehet, hogy aztán rutin végül a West Ham mellett teszi le, úgymond a garast, és végül így az angol csapat mellett végül Prágába. De hát reméljük, hogy nem így fog történni. Hát egy biztos itt is május 18-án kiderül majd minden, és akkor hát elégeztünk így adásunk zárásához, hogy hát ugye a mostani hétvén is folytatódnak a bajnokságok, folytatódik a bajnoki címért való versenyfutás a Premier League-ben és a Bundesliga-ban is, szériában a bajnoki helyekért megy óriási harc, az NBA-ben a dobogó mellett a kiesés elleni is csatázik, jó néhány csapat, hát hiába a Kecskemét-Ferencváros meccse, mert ugye még nemrég bajnoki döntőként harangozhatnunk volna be azóta a Ferencváros behozhatatlan előnyre tett szert ugye a Bács-Kiskunvár megyei együttessel szemben. És hát ilyen vasárnap a spanyol bajnokságban, ha Barcelona nem hibázik a városi rivális espanyol ellen, akkor már bajnok lehet ezen a hétvégén. Erre vasárnap este 9-kor kerül majd sor egyébként. Szóval akár ez is meglehet, és akár jövő héten ugye, ami a legfontosabbak, ugye 16-án kedden jön majd az Inter Milán párharc visszavágó, ugye 2-0-ás Inter előnyről. Aztán szerdán 10-én 21 órakra Manchester City Real Madrid mérkőzés 1-1-ről. Az Etihad stadion, és aztán ugye ezek élőben az N4 Sporton. Aztán 18-én csütörtökön lesz majd egy, ugye akkor már tényleg kialakul a Budapest Európa Liga döntőpárosítása aznap késő este. Ugye a Sevilla Juventus meccs 1-1-ről indul, szerintem ezt fogja az N4 Sport közvetíteni. És akkor a Leverkusen Roma szintén este 9-től ugye 1-0-ás római előnyről majd valószínűleg az RTL 3-on, és akkor a konferencia ligát lehet követni a neten. Átadatok már vesztem, reméljük már tényleg Kerkez Milossal a kezdőben, 21 órától 2-1-es angol előnyről, és hát a Basel 2-1-es előnyét igyekszik megtartani hazépen a Fiorentina ellen. Hát szóval, jövét pénteken már úgy be tudunk arról számolni, hogy kikátszák majd a döntőt, döntőket, ezek közül mely csapatok érkeznek Budapestre, és hát remélhetőleg azt tudjuk mondani, hogy lesz magyar játékos majd a konferencia liga prágai döntőjében. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk majd legközelebb is, addig is jó szurkolást kívánok mindenkinek, meg hát jó hétvégét is. Sziasztok! Sziasztok!